Köszöntöm a kedves nézőket! Az elmúlt hosszú hétvége sem múlt el sportesemény nélkül. Mai műsorunkban túrakerékpár versennyel és atlétikával találkozhatnak a hírek után. Tejkupa második korcsoportos kézilabda tornát rendeztek a hétvégén, ahol a 7-től a 12. helyig zajlottak a küzdelmek. A fiúknál a pécsi Csokonai Vitéz Mihály általános iskola csapata végzett a 7. helyen, lányoknál pedig a Kiskunhalas csapata győzött. A legjobb kapusnak a pécsi Horváth Zoltánt, a gólkirálynak pedig szintén a pécsi játékost Berghammer Zsoltot választották. Június 1-én és 2-án zajlott a Baranya megyei serdülő atlétika bajnoksága Várkői stadionban. Néhány jobb eredmény. Lányoknál magasugrásban 13 éveseknél Ulbert Réka, a PAC versenyzője 150 cm-rel végzett az első helyen. 14 éveseknél 100 méteren és távolugrásban Pál Edina, a PAC versenyzője győzött. 100 méteren 12.6-tal, távolugrásban 5 méter 18 cm-rel. Néhány jobb fiú eredmény. 1500 méteren és 3000 méteren 15 éveseknél Bene Barnabás, a PAC versenyzője győzött. 1500 méteren 4 perc 28 másodperccel, 3000 méteren pedig 9 perc 41 másodperccel. Ne feledjék, hogy a Star Sport szerdától kapható az újságárusoknál. Egy kis ízelítő a tartalomból. Helyszíni tudósítást olvashatnak a Románia-Magyarország világbajnoki selejtező labdarúgó mérkőzésről, valamint beszámolókat a többi világbajnoki selejtezőről is. Forma 1-es pletykákkal és nőügyekkel és a Hungaroringen az építkezésről is írnak a labban. Ezen kívül a Mizópécsi VSK bajnoki győzelméről, illetve a közelgő vízilabda Európa bajnokságról is tudomást szerezhetnek az érdeklődők. A labdajátékok küzdelmei ugyan véget értek, azonban a hétvégén is akadtak sportprogramok a városban. A pécsi kupa után itt van újra egy kerékpáros esemény június 2-án, országúti kerékpáros teljesítménytúra, 200 km Baranyában címmel. A nevezéseket 7 órától fogadták a főtéren, és 8:30-ig 75-en vállalkoztak a 100 km-es távra, 15-en pedig a 200 km-re. A pontosabban csak 97 kilométeren 6 óra volt a szintidő, és Baksa felé délnek indultak a vállalkozó kedvűek, majd a túra végén Bodolyabér, Magyar Hertelend és a pécsi Buzsáki út volt a cél. A dupla táv értelemszerűen 2 kört jelentett, és 12 óra állt mindenki rendelkezésére. Az ellenőrző pontokon bélyegzőt kapott mindenki, így nem lehetett rövidíteni a kiszabott távon. Fiatalok és öregek egyaránt jól kerekeztek, a résztvevők elmondták, hogy várják a következő versenyt. Baranya megye 2001 évi serdülő egyéni bajnokságra került sor, ugyancsak szombaton 9 óra 30-tól a Várkai Ferenc stadionban. Az 1986, 87, 88-ban születettek, versenyeztek ezen a délelőttön. A második napon, hisz pénteken már volt egy versenynap, 200 méter, 300 méter, 800 méter, 2000 és 3000 méteres síkfutásra, diszkoszvetésre, gyalográsra, hármas és távolugrásra, valamint súlylökésre került sor. A verseny jól szolgálta a felkészülést az országos bajnokságra, és eldöntötte a megye bajnokság sorrendjét is. A héten a Pécs TV-ben vendégünk lesz Csóka László, a Pécsi Modellező Egyesület újonnan megválasztott elnöke, valamint Árgyelán Zsolt, akivel a tékvándó sportágról beszélgetünk. Ezen kívül visszapillantót láthatnak a hétvégi háromnapos autós hegyi versenyről. Megtekinthetik a PMFC 100 halombatta labdarúgó mérkőzést és a Mizópécsi VSK női kosárlabda csapat bajnoki győzelmét is. Én megköszönöm figyelmüket, nézzék a sportinfónkat is. Viszontlátásra!